1 milliárd 27 millió forintot vett fel 2014 májusában osztalékként, ám ezt elfelejtette beleírni a vagyonnyilatkozatába Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere. A minap felhívta az RTL klub híradóját, és elmondta a műsornak, mi történt. Járókelőket kérdeztünk erről. Így szokott az lenni. Önnel is előfordul az, hogy így elfelejt valami? Igen, igen, elfelejtek. Most például az, hogy a telefonomat a bőrönbe tettem, és vissza kellett mennem a szállásomra, mert azt hittem, ott hagytam. Tehát, de pénzt azt így nem szokott? Azt valahogy nem szoktam. Én nem szoktam elfeledkezni. Hogyhogy? Hát mert a csekeket be kell fizetni, a kaját nem szoktam elfelejteni? Nem szoktam elfelejteni. És hagytam a spájzban múltkor 200 forintot véletlenül, és elfelejtettem, hogy ott van. Ez gond? Megbékélt ezzel a gondolattal? Hát valahogy megbékéltem ezzel a gondolattal, mert megtaláltam, de szerencsére ez jelentősen nem érintett se vagyonbevallásomat, se semmi mást. Én nagyon beosztom a pénzemet, nekem annyi van, hogy éppen megélek belőle, de nem rosszul. Nem szokott akkor így elfeledkezni? Ide tenni, oda tenni? Nem. Még nem feledkezek el, és még tiszta az agyam, pedig 96-ban vagyok ma. Nem lehet ilyet elfelejteni? Nem lehet ilyet elfelejteni. Ez csak egy dumol, amiből ki akar jönni belőle, ügyeskedik. Egy milliárdot? Egy milliárd. Hát igen, mert azt megéri elfelejteni. Annyi van neki, hogy elfelejti. Nekem lenne, annyi én is lehet, hogy elfelejteni. Mészáros Lőrinc már eléggé sok mindent elfelejtett, meg eléggé gyorsan meggazdagodott. És szomorú, hogy ilyenről megfeledkezik. Hát reméljük, hogy ennek lesz következménye. A Fideszben már nagyon sok olyan ember van, aki túl gyorsan meggazdagodott, úgyhogy szomorúan veszük tudomásul, mert a híreket mindig nézzük, és egyre több ilyen van, akik hol ebből, hol abból gyorsan meggazdagodtak.